Nagyszerű évad, rengeteg inspiráló muzsikussal és kiváló produkciókkal, rendkívül fontos zeneművekkel várja közönségét a Pannon Filharmonikusok. Továbbra is Bogányi Tibor jegyzi a zenekar szakmai munkáját. Többek között a novemberi bécsi koncert az, ami egy újabb állomás a zenekar életében. Erre nagyon készül a vezetőkarmester. Muzikferányban lépünk föl harmadszor, tehát tulajdonképpen egy kicsit már hazajárunk. Úgy, mint a Műpában tizen jó pár éve hazajárunk, most már a bécsi muzikferányban is szinte hazajárhatunk. Emellett a nyitó koncertünk, ami ezen a héten van, a következő két hét múlva a Műpás nyitó koncertünk mögött álló Alissa Margulis művésznővel. Nagyon-nagyon várom az együttműködést, vele a salzburgi ünnepi játékokon játszottunk, és egy hihetetlen művész. Sok nagyszerű karmester érkezik a zenekarhoz az új évadban. Októberben érkezik például Keller András, aki nagyszerű építőmunkát végez, mondja Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója. Még ugyanebben a hónapban érkezik Krisztián Mandeál, egy a világ élvonalába tartozó román származású karmester, egészen releváció lesz, ami ott történik, úgyhogy megint csak szívesen ajánlom a közönség figyelmébe. Zsilberg Varga természetesen korábbi vezető karmesterünk rendre szerepet vállal a Pannon Filharmonikusok életében, ez idén is így lesz, és a következő évakban is egy hozzá rendkívül zenei nyelvében közel álló anyaggal, Bartó és Stravinsky-lal érkezik majd hozzánk. Többek között újdonság még, hogy a legkisebbekkel, akik nem tudják végigülni a koncerteket a szombati Pannonikum hangversenyek alkalmával, az Ökokuckó Kreatív Kézműves Játszóházában profi pedagógusok játszanak majd, amíg a család többi tagja a koncertet hallgatja.